Az ELTE híradó harmadik adásában átadták az egyetemi tanári kinevezéseket. Kezdeményezték a BME gazdaság és társadalomtudományi karának ELTE-hez való csatlakozását. Dezső Tamás megosztotta élményeit az észak-iraki frontvonalról. Majd megérkezett a Mikulás az egyetemre. Átadták az egyetemi tanári kinevezéseket. Palkovics László, az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatásért felelős államtitkára, a Liszt Ferenc Tudományegyetemen rendezett ünnepségen hangsúlyozta, a magyar felsőoktatás egyik legfontosabb feladata, hogy nemzetközivé váljon, ezt pedig csak az oktatók segítségével érheti el. A cél az, hogy 2020-ra a hallgatók 15%-a nem magyar állampolgárságú legyen. November 25-én 4 rektori megbízást, 75 egyetemi és 28 főiskolai tanári kinevezést adtak át. Az ünnepségen egyetemünk 12 oktatója vehette át kinevezését, melyhez ezúton is gratulálunk. Kezdeményezték a BME gazdaság és társadalomtudományi karának ELTE-hez való csatlakozását. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem november végén hivatalos tájékoztatást kapott arról, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem gazdaság és társadalomtudományi kara a kialakult helyzetre való tekintettel nem lát reményt arra, hogy a BME keretein belül folytatni tudja tevékenységét, ezért az EMMI, mint fenntartó, kezdeményezte a kar áthelyezését az ELTE-re, hogy 2017. augusztus 1-től egyetemünk részeként működjön tovább. Az ELTE szenátusa 2016. december 12-i ülésén 36 igen szavazattal és 6 tartózkodás mellett úgy döntött, támogatja a BME karának az ELTE szervezeti keretébe történő integrálódását, hogy ezzel az ELTE a GTK-n folyó képzések, az ott azokkal összefüggésben fennálló közalkalmazotti jogviszonyok és hallgatói jogviszonyok tekintetében a BME jogutódja legyen. Már évek óta folyamatos harcok dúlnak Irakban, az ISIS szinte mindent elpusztít. Családok esnek szét, világhírű műemlékek válnak rommá. Dezső Tamás régészként, hadtörténészként és érdeklődőként is többször eljutott kollégáival az észak-iraki frontvonalhoz. Neki saját helyszíni tapasztalatai vannak. A leghitelesebb tudásfelhalmozás, hogyha az ember elmegy megnézni saját szemmel. Ugye az ELTE oktatói és különösen a bölcsészet oktatói között ez nem ritka dolog, hogy oda megyünk, ahol a dolgok történnek. Az iraki kurdok voltak azok, a Peshmerga hadsereg, amely 1050 km-es frontszakaszt tartott az iszlám állammal szemben. Ez most már rövidült. Ugye az egyetlen haderő volt, amely érdemben meg tudta állítani az iszlám állam előretörését. Két év alatt 4-szer járt az országban, de egyszer sem érezte veszélyben magát. A standard program, hogy kiállunk a mellvédre, megnézzük a frontot, vagy bunker tetejére. Lehet, hogy ez veszélyes, nem tudom, mesterlövészek, orrlövészek mindig vannak, de sokkal veszélyesebbnek tartom én, és a tapasztalat is azt mutatja azt, amíg a Peshmerga a támaszpontról kiautózunk 10-15-20 kilométert a frontra. Dezső Tamás azt vallja, a fotelból ülve, tévét nézve nem tudunk segíteni a bajba jutott embereken. Ez is indokolja, hogy ő többször is visszatért a háborús övezetbe. Közéjük menni, megnézni őket, az nagyon segít a megértésben. Ha az ember kimegy a frontra, megnézi, kik vannak ott a Peshmerga oldalon, hogyan néz ki a front, akkor megérti, hogy mi ez a harcmodor, mennyire elszántak, és azt is megérti, hogy a Peshmergák nem tudnak hova hátrálni erről a front szakaszról, mert hogy mögöttük már falvaik vannak. Találkozott olyan emberekkel, akiknek a családját rabszolgapiacon árulják. A drámai pillanatokat nehezen lehet feldolgozni. Iszlám állam hatósági jelérzéket tett közzé, amilyen beárazott mindenkit, mert hogy a rabszolgapiacon visszaélések történtek, és az iszlám állam beavatkozott. És megszabta hatóság elekat, egy 50 évnél idősebb nőnek az ára az 42 dollár. Aki többire adja el, azt megbüntetik. A legdrágább egy 1 és 9 év közötti kisgyerek, 187 dollár. Ha átszámítom az árát a rabszolgapiacon. A helyi erők 3 embert vernek, a idegen zsoldosok annyit vesznek, amit akarnak. Aki nem tartja be ezeket a szabályokat, az iszlám állam kivégzi. A kurdisztáni keresztény menekülttáborban több nehéz sorsú emberrel ismerkedett meg, akikkel most is tartja a kapcsolatot. Azt tapasztalta, hogy példátlan mértékű hazaszeretet jellemzi ezeket a közösségeket. Zárt közösség volt, 185-en menekültek, és amikor legutóbb beszéltem, találkoztam velük, illetve a papjukkal, akkor mondta, hogy a 185 emberből 183-an haza akarnak menni. Nem akarnak ott maradni, Szlemáni városában,
pedig egy szép nagyváros, nem akarnak Európába jönni, nem akarnak szétszórattatni, vissza akarnak menni a városukba, a házaiba, újépíteni a lerombolt templomaikat. Ezek az emberek, gyermekek még ebben a reménytelennek tűnő helyzetben is kitartóak, és Dezső Tamás megismerhette azt a titkot is, ami számukra erőt ad. Istenben való hit. Ebben a közösségben egyértelmű. Láttuk a szertartásaikat, közösen főztek, ugye nagy kondérokban, és azt kiporciózták az ist és a húst a családoknak. Elmondták az imákat, az áldásokat közben. Ebből a szempontból arhaikusabb a közösség, összetartó, és nem csak az etnikai azonosságtól, hiszen arámiak, tehát ők nem arabok, nem kurdok, ők arámi keresztények. Az egyetemi docens legnagyobb félelme, hogy iraki barátait talán már soha sem láthatja viszont. Az ember kimény látja még következő látogatáson ugyanazokat az arcokat. Tehát így találkozni az elmúlással és annak a hétköznapi veszélyével, mint nap ebben élnek, most már évek óta, na az álmai. Az is egy megismerés, tehát a megismerésnek egy módja. Az egyetem téli aulamagnába is ellátogatott a Mikulás december 6-án, hogy megajándékozza az egyetemi dolgozók gyermekeit. Hulla fejhes fehér hó, jöjj el hozzánk télapó. A kicsik vidám énekkel és versekkel várták a Mikulást. Ebben segítségükre volt az Alma együttes is, amely fergeteges hangulatot teremtett, és egyaránt jókedvre derített gyermeket és szülőt. A gyermekek teljesen átadták magukat a zenének, de két tánc között már azt találgatták, hogyan is fog kinézni Mikulás. Kövér, fehér bőrű, szemüveges, szakállas. A közös éneklés végül oda csalogatta a szakállas öreg urat, aki hatalmas ajándékokkal teli puttonnyal érkezett. A kicsik megilletődve, de örömmel fogadták a Mikulást, a kimonóját is magával hozta az ünnepségre. Közösen a Mikulásnak Levente vezetésével, jó? Mártokkal is lecsicsülünk, cis-cis, rajti! Hulla fejes fejér hó, jöjjel megvestél a hó! Központi épületünkben 100-nál is több kisgyermek vehette át a jól megérdemelt csomagját. Az édességekkel teli zacskót hamar átkutatták a fiatalok, és senki sem csalódott. Kaptam egy ilyen csoki Mikulást, amit már elkezdtem enni, meg van benne még egy csomó minden. Petcukorka, szaloncukor, Haribo gumicukor, tábla csokoládé magyaró, meg ilyen sokféle csokoládé. Az ünnepség végére mindenki teli hassal és tánctól kipirulva pihen meg a szűnyegeken.